hogy vagy? Hát köszönöm szépen, meg vagyok. Egy kicsit a derekammal van egy kis rossz mozgás történt biztos, és mindig, hogy rosszat csinálok, hogy nem jól nyúlok valami, az akkor belenyíral egy ilyen idegfájdalom, de hát remélem elmúlik minél gyorsabban. Hát akkor világválogatott volt, akkor nem voltak ilyen fájdalmaid. Mi a legszebb emléked a futballpályafutásodról, akár kapitányként, akár játékosként? Hát ez nem egy egyszerű dolog, kérek szépen, mert hát 61 válogatottsága az maga nemébe, de olyan mérkőzések voltak, VB-selejtezők, van nagy válogatott mérkőzések, ami felejthetetlen és szinte megmagyarázhatatlan, hogy a sikerek miért nem tovább folytatottak, de hát ilyen a futball, és hát ez meghatároz sok mindent, de gyönyörű időszak volt. 1961-től voltam egész 70, jó néhány évig a válogatott számára rendelkezésére álltam, és jó is esett, hogy számítottak rám. Hát felejthetetlen emlék, és főleg azok a nagy nevek, akikkel játszottam válogatott csapatba, válogatottba, a brazil meccs, ami ugye felejthetetlen még a nagy Puskás időszakban is, hogy úgy verték meg a magyarok a brazilokat, és aztán amikor mi a válogatott játszottunk, és óriási játékos állománya rendelkeztek a brazilok, és eredményesek tudtunk velük le. Szóval ezek fantasztikus sikerek voltak, és élmények, és fantasztikus emlékek. Nem véletlen, hogy ma is a legidősebb emberek is még fejből mondják a csapatot, a brazil csapatot. De a magyart is. Hát a magyar csapatot is, igen. 66, Anglia, 3-1, 11-es bekötött karral. Igen, hát ez így volt, és ez... Tényleg kulcsontörésed volt? Nem kulcsontörés, hanem egy ilyen valami izomsérülésem volt, mert elég sok minden más is csináltam a futballon kívül, ami eléggé tilta volt, de hát mindegy, megúsztam és tudtam játszani, de az volt, hogy egy ilyen erős kezelést próbáltak alkalmazni, és befáslizták itt végig a vállamat. Érzed most? Volt. Hát sajnos itt van egy olyan, megmaradt a sérülésnek a helye, hogy itt kiugrik a vállama. Uh-huh. Itt a kurcsontól. Akkor ez maradandó élmény. Ez maradandó, ezt nem lehet elfelejteni. Figyelj! A 66-os vasas bajnokcsapatát elmondjuk? Varga, Bakos, Mészői, Ihász, Matesz, Fister, vagy Berendi, Berendi, igen, Molnár Puskás, Puskás, Farkas, Fister, Rozoga, Fister és Korsos. Óriási. Figyelj, Kálmán, 50 éve mondta a Szepesi, hogy jönnek a csehszlovákok, ugye megvan, Marseille, meg, 4-1 csehek. Meg, sajnos. Szeptember 9-én, hétfőn, Magyarország-Szlovákia meccs. Csehek nélkül, mit vársz? Hát nézd, minden mérkőzésre odafigyel az ember, de vannak ilyen rendkívüli események, amire mindenki nagyon-nagyon készül. És hát gondolom, hogy ez a mérkőzés is egy olyan lesz, hogy a nagy szeretettel készülő szurkolóinknak örömet szeretnénk szerezni ezen a mérkőzésen is, és hát a közönségünk az mindent megérdemel, mert az hihetetlen volt minden egyes válogatott mérkőzésre értendő. A futball éjszakáján 40 klub vesz részt, és nagyon sok gyerek és nagyon sok felnőtt. Vasas pálya központi rendezvény. Mit üzensz a futball éjszakája résztvevőinek? Hát itt mondhatok, mert már nem tudok ott lenni, vele közöttük játszani, de ott leszek persze, és drukkolok, és nézem a szereplésüket. Gyerekek, legyetek megtisztelve, akik ott játszani fogtok, bárki a futball éjszakáján. Én sok sikert kívánok mindenkinek, és nagyon jó játékot. Nagyon szépen köszönjük, és ebből az alkalomból engedd meg, hogy a magyar újságíró labdarúgó válogatott nevében, mint a csapat vezetője, átadjak neked egy meszt, egy vasas meszt, amit külön erre az alkalomra aláírtak többen is. Hát talán emlékszem még Kis Lacira, meg Várkonyi Sanyira, akik hányas osztályozatokat adtak neked? Várkonyi? Igen. A Népsportban. Nem tudom.
Csak jókat adtak, de ha megkérdezzük, hogy biztos mondaná valamit. Hát nem tudom, de mindig itt engem zikáltak is, mert mondták, hogy maradjál már, hát hogy a hármast adunk, akkor nem tud kiradírozni az újságból, hogy vagy felosztályozva. Kámán, ezt a hármas meszt neked szánt a Magyar Újságíró Labdarúgó válogatott, és itt elől alá is írtuk jó néhányan. Úgyhogy Isten éltesse, és nagyon jó egészséget kívánok neked. Hát köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és ahogy ma befejeződik itt az ünnepség, meg minden, attól kezdve le se veszem.